Szavaztak ura srácok, a KTN Gaming Kostával, hogyha már így alakult, hogy Kolden doktornő bőrébe sikerült bebújnunk, derítsük itt föl, hogy Fuller Doki miben mesterkedik. Elvileg ez a kedves hölgy segítene nekünk, bár nagyon látok rá esélyt, hogy ez meg fog történni, mert nagyon el van foglalva itt valamivel. Úgyhogy magunkra maradtunk szerintem. Kell itt egy kicsit körbenézni először. Igen, hogyha ide kerülsz, akkor többet már nem mész el innen. Hát, nem tudom, mennyire jó a pénz, amit osztanak. Krónikus álmatlanság. Ja, akkor azért szednek ezek állandóan ilyen bogyót, hogy tudjanak aludni, mert álmatlanságban szenved a félsziget. Ez furi. Nézzünk erre felé, mi van. Na mondja, mi a helyzet. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. Ez akár mondjuk mi is lehetnénk. Nagyon hasonlít a karakter, de nem. Nurse? Mit kell neki cserélni? Come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% túl magas valamilyen szintje. Lényeg szerintem, hogy ezt ki kell cseréljük neki. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. Na, szuper. Akkor ez is segít. Nem nekünk, de legalább annak a betegnek. Ott meg várakoznak. De jó fejek. Hát akkor nézzünk körül, úgy néz ki, hogy... Micsoda? Ezt most annyira nem kaptam el, hogy miről van szó. Nézzünk itt körbe, hogy mit tudunk csinálni egyik másik betegnél. He broke his back in an accident down by the docks. A docknál történt vele valami. Konkrétan ugye, hogy a bálnákat fogják. Doctor, is that you? Yes, it's Dr. Kolden. Tell me what happened. És ugye Dr. Kolden azért segít hősünknek. Ez egy fontos dolog. Mondjuk válaszoljunk neki egy ilyet. Mert abban reménykedik, hogy Fullert le tudja akkor valahogy le tudja kapni, hogyha a hősünk is ugye látta, hogy Fuller benne van azért itt rendesen a dolgokba. Oké, örültem. Szóval így egy kicsit kölcsönös a helyzet. Ez egy néni. She's stable. Given her file, a nephrectomy would have been inevitable. But Fuller was able to save her kidney. Fuller meg tudta menteni. Milyen érdekes a máját. A sebészetről jött vissza az öreg hölgy. Érdekes. Úgy néz ki, hogy Fuller akkor azért mégiscsak valahol itt megmenti az embereket. Aztán ugye a lenti helyiségben, ami konkrétan ez alatt van, ott meg tesztel, meg mindenfélét csinál. What is the boiler room key doing here? Nem baj, vegyük azt föl. The key to the boiler room. Not where I expected to find it. De vedd már föl. The key to the boiler room. Not where I expected to find it. Nem tudja felvenni. The key to the boiler room. Csak ezt mondja. Not where I expected to find it. Akkor az ott marad a helyén. Pedig nem ártott volna azért itt egy kulcs nekünk szerintem. Another insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. Ahhoz képest egész nyugton. Hát igen. Egész nyugton alszik. Nincs nyitva a szeme. Valószínűleg le van szedálva rendesen azokkal a bogyókkal. Hát te tudsz nekünk segíteni? Dr. Kolden, here you are at last. Végre itt vagyunk. This patient was again brought up to the psychiatric wing. Neked is szívesen. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to nagyon sok súlyt veszített, és próbálták azt a megoldást követni, amit mi javasoltunk. Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. Oké. Biztos. He bit his lips so much, they're still bleeding. Lényeg, hogy be kell adni neki egy injekciót. Nem tudom, hogy ez miért fontos egyáltalán. Mit kéne vele csinálni? Nem tudjuk, hogy mit lehet. Ne, azt azért ne.
rosszul kezeltük. Hát ne, azt meg azért nem mondjuk, mert mégiscsak a karrierünk forog kockán. Csinálják ugyanazt, amit továbbra is. Now you can disinfect and bandage his wounds. Thank you, doctor. And as to his weight loss? Mi legyen azzal, hogy folyamatosan veszti a súlyát? Hát meg kell etetni egy nagy csirkével. Oké. Folytatják akkor ugyanezt a kezelést. Rendben van. Ez hosszabb távon, hogy tényleg nekünk miért jó. Hű, itt aztán el lehet menni mindenfelé, mert ezt még nem vizsgáltam itt meg. Nem is tudjuk, ez csak így info volt. És akkor azt mondja, hogy itt nem voltunk még. Why did nobody tell me about her admission? Irene Sanders. Micsoda? Ez az az Irene. Mrs. Sanders? Hogy került itt? Mi az, halott? Mi a franc? Mi van a szemébe? De hát ez a nő, ez teljesen rendben volt. Ja, hát ez Francisnek a felesége, de... Mi a franc? Nagyon nem mozog. Ezt kinyírtam? Ja nem, basszus! Szerintem megnézte... Várjál, itt meg tudjuk ezt még egyszer? Mindegy. Inventoriba adja be. Azt mondja, mit ír? Igen. Hát... Nem, ez sajnos nem segít. Szerintem belenézett a Chandlerbe, és ugyanúgy járt, mint a férje. Hát az gáz. Ezzel mi van? Ez az a nagyon szenvedős. Jó, akkor itt körbe jártunk. Akkor én annyit teszek, hogy visszamegyünk így ide, és akkor az a lényeg, hogy a kórtermi részt azt megnéztük, legalábbis ami itt van. Erre szerintem nem fogunk tudni menni. Igen, Fullernek a irodájába kell menni. She's a witch, an old hag. Most éppenséggel kihallgatjuk? And I'm the one who pays. Várjál, beenged. It's so unfair. Ha, ez beszél itt magába. Mondjál nekünk is pár szép szót. You all right? Why is this room in such a state? Miért van ilyen gedvált ez a szoba? Mert hát neki kell, de szépen nézel ki. Neki kell itt mindent takarítani azért. Hát, tartson ki. Don't let that witch sap your morale. We're lacking in qualified personnel and she knows it. Jó emberek azok, mert neki nem elfelé, és kevesen vagyunk, úgyhogy próbálja őt is visszatartani a Holden. I imagine she shuts down the water herself. Just for the pleasure of harassing me. És valamilyen szemétnőről van szó, aki szándékosan szivatja itt az embereket, a dolgozókat. I'll hold my tongue next time. Courage, Elizabeth. Thank you, doctor. Bátorság, csak így tovább. Ezzel mit tudunk csinálni? It's temperamental, if I understand correctly. Aha, igen, nem jön a víz. Ez egy probléma, hogyha itt éppenséggel takarítani, ráadásul ruhákat akarna mosni ez a szerencsétlen nő. Víz nélkül igencsak nehéz lesz. Hát itt van neki egy kevés. Aztán föl nem venném, amit abba kimos. Várjál, akkor itt ennyit tudunk csinálni ebbe a szobába? Itt jöttünk ugye be. Igen. Erre tuti nem fog engedni. Tényleg sok felé el lehet mászkálni. De egyelőre úgy tűnik, hogy azért nincsenek lezárva az adott helyek. Viszont olyan nagyon sok mindent se találunk. Itt meg az irodahelységek. Ezeknek az ellenőrzését egy picit arrébb rakom. Ugye itt tudnánk bemenni. Nézzük meg a recepción, hogy mi van. Mit ír itt? Aha, igen, konkrét. No, you're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again.
Egyedül van a fürdőszobában. Kiről van szó? Donovan, az abban él, igen. And the answer is no. You can imagine that she doesn't dare say a thing. That silly goose lets herself. Szerintem ezek valami rosszba sántikálnak. Oh, well, at least we won't have to clean for a while. Just wait and see the next time the water's cut off. It's a real show. Jó van. Ez csak egy raktárhelység. Találunk egy könyvet, az mondjuk nem vettük föl, nem baj. Majd Pierce. Szerintem ott majd megkapjuk. Várjál, ezért megnézem. Hát, tényleg nem kaptuk meg, de gáz. No, nem baj. Várjál, akkor elárasztották? Akkor nem az, hogy... Ez most nem teljesen egyértelmű, hogy most elárasztották a vízzel a helyiségét. Mondjuk itt nagyon. Itt ez látszik. De ott az is látszott, hogy ez nagyon szenved a vízhiányba. No, kérdezzük meg mást, hát te kiderül, itt be tudunk mászni, ide is be tudunk, hallod? Ezzel tudunk beszélni. I know, doctor. We sent the purchase order though, but Mrs. Donovan refused it. Once again. Na már szemétkedik ez a nő, ez a Donovan. És Fullertől kapja az instrukciókat, meg hogy mit csináljon, hogy csináljon. És elfogytak konkrétan ezek a bogyók. Nem vagyok teljesen biztos benne, hogy ezek pozitívak. The doses prescribed by Fuller are far too high. Aha. Konkrétan szedálja az embereket, mert nagyon-nagyon magasak a bogyóknak a száma, amit be kell venniük a betegeknek. We've been waiting to be restocked for weeks. Aha. Teljesen üres. A hetek óta várják a szállítmányt, hogy megérkezzen. Jó, azt mondja, hogy igen, erre voltunk. Itt mi van? Konyha, nézzünk azért be. Megint ezek a furcsa kaják. Hallod? Hát, egyik se túl gusztusos. Patients and hospital personnel eat the same food. Ugyanazt a kaját eszik az itteni dolgozók, meg a betegek is. Az azért derék. Nincsen válogatás. Gentlemen, may I help you? We're waiting on news regarding our mother, Maureen Harding. She came in with a kidney problem, but we haven't heard anything since. Igen, amúgy rendben van a nő. De jó, most ugye ezeknek nem tudtuk volna ezt válaszolni, ha nem nézzük meg. I've tended to her, and I have good news. Her blood analysis is reassuring. Her kidneys are as new. Teljesen rendben van. Ugyanarról a nőről beszél-e? Hogyha fel kell, akkor lehet is vele beszélni. Reggel óta itt vannak. Uff. És ráadásul még semmilyen magazin nincs ide. Patika, természetesen semmi sincs kirakva nekik, szegények. Igen, ezzel dumáltunk. Itt jöttünk ugye ki. És akkor erre van ez az egész irodahelyiség. Jó. És arra van az exit. Rendben van. Akkor járunk egy kört. Talán nem szeretnék semmit se kihagyni. Apróságokból látszik, hogy mennyire össze van rakva ez a játék. Ez zavar, hogy most ilyenkor nem adja be, hogy ez a klunk, ez megvan. Nem is biztos, hogy ugye pontos ez a könyv. Ettől függetlenül azért beadhatná, hogy megnéztük. Jó, itt ez csak egy ilyen sima. Valószínűleg itt ide kifelé. Igen. Aha, várjál. Basszus, ide nem nyitottam. Ja, persze, mert ez tök más. Jó, arra még nem. Ezzel tudnánk beszélni. Ez a Donovan. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. De egy nagy képű picse vagy, hallod. Különösebben nem akar velünk beszélgetni.
Wait a minute. Where do you think you're going? Hová megyünk? Na most bezzeg dumát. Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. Ja, hogy ez lenne Fullernek. Értem, akkor már értem. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. Be fog árulni minket, de egy rohadék vagy. Jó, hát akkor valahogy be kell osonnyunk. Nézzük, van-e másik? Innen nem fogom látni. Hát... Szellőzőbe kéne másszunk, vagy mi? Ez egy másik játék. De valahogy meg kell oldanunk, hogy oda be tudjunk jutni. Igen, ez itt rendben van, ezt néztük, akkor jó vagyok. Ide be tudunk esetleg zárva, nagyon jó. Ne mondd az meg! Hol láttuk a... Na jó. Francia nem vetted fel, amikor először ott voltunk. Szépen visszagyalog. Itt volt. Jé, és már fel tudja venni. Na, ezt most így nem értem. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. Aha, le kéne zárjuk akkor a vizet. Konkrétan ott abba a szobába. És akkor talán Donovan oda megy. Nem baj. Előbb itt még körbenézünk egy picit, veled mi van. It's a quiet little town. Days go by, steady as ever. I wanted more for myself, napra élnek, semmi extra. Hát egy kicsit többet várna az ember, legalábbis ő. There's no way I'm leaving until I find what Fuller is hiding. I don't get why they have us waiting so long. Miért ilyen sokáig várni? Ja, itt a Bradley, hoppá. Ethan. Maria. What are you doing here? Kicsit rossz felé nézünk, na mindegy. Why? Tell me your symptoms. I have headaches. Fáj a feje. And I can't sleep. Most nem tud aludni. No. Look. Tudjuk, hogy mi történt, nem kell elmondani. Ethan, if you don't trust me, then who? Ha nem bízik meg bennünk, akkor meg... They keep me awake every night. Minden reggel... Konkrétan nem tud aludni, mert vannak álmaján rémálmai. No. No one has ever seen the things I see. It's like I'm turning mad. Senki sem látott olyat, amit ő látott. Eljel közel mondjuk egyetértünk. Biztos, hogy nem fáradt, mondjuk neki ezt. It's like an epidemic. Do you think it might be related to Fuller's work? I don't know yet, bizony, bizony. But I will figure all this out. Nagyon-nagyon sok ember így van itt, meg úgy egyáltalán a szigeten. We don't have any medication left. Oh, there's no excuse then. I should let you. Most nem biztos, hogy összeraktam a képet, és nem akarok lelőni semmit, de szerintem az történik, hogy ez a cucc, amit itt adnak a betegeknek, az nagyon nem gyógyszer, hanem konkrétan ezt teszi, amit Bradley-vel, meg a itteniekkel. Where did my fiancé go? És azzal folyamatosan etetik őket. Ugye állandóan elérik ezt a rádiumot, hogy konkrétan az emberek nem tudnak aludni, és mindenféle hülyeséget álmodnak. Ez a tippem, de majd kiderül. Bizony, mi lennék, ez se akar velünk beszélni, no problem. Tudnánk bujkálni. Opopopo, ez mi? In theory, this is where we hang the key to the boiler room. Aha. Ja, értem, hogy ide kéne a kulcsot. Igen, valaki nem rakta vissza a helyére. Fuller, Dr. Fuller always keeps his key with him. Igen, Fullernál mindig nála van a kulcs. Nyilván. Te veled mi van? Thank you for your help, doctor. Thank you. Nagyon köszönjük a segítség. I'll be going. Yeah, soha rosszabbad. This man, Edward Pierce. His file is incomplete. What did Fuller do to him? Nem teljes az anyag, és mit csinált velünk Fuller? Hát, még ezt is tudjuk. Nyilván Colden ilyenkor még
Most teljesen tisztába vele. Azzal nem tudok beszélni, ez olyan fura. Érdekes, és ezzel se. Jó, ide be tudok-e nézni? The operating room is never accessible after an operation. Aha, igen, itt, itt operálnak. Iha. Nem túl biztató. És itt mi van? Sorry, but nobody can take anything until I finish the inventory. Aha, ez most éppenséggel... Please, the fewer interruptions there are, the faster I'll be finished. Éppen írja a checklistet, jó. No, hát akkor konkrétan körbenéztünk. Akkor meg tudjuk azt tenni, hogy... Igen, és hát Igen, itt se tudunk ugye bemenni. Ezen a konkrétan a fő bejárat a Fuller irodához. De akkor megyünk ide. Igen, igen, ez így már alakul. Ezt azért zárjuk be. Ne lássák, hogy mi vagyunk. Ez nem biztos, hogy rossz ötlet. Csak simán tekerni kell? Hát akkor hajrá. Ez így gáz. Na, nincs neki négyes képessége azért. Akkor kell találjunk egy megfelelő eszközt. Na hát ez... Annyira jó, hogy most néztem körbe. Mi kéne nekünk? Gondolkozzunk egy picit. Mondjuk, hogyha ezt beengedné ide a raktárba. Köszi. Itt találunk-e valami hasznosat? Bizony. Ég itt nekünk a cucc. Hát ez gyors volt. Mondjuk ezt azért ki lehetett találni. Nagyon jó, ezt akkor visszacsuk. És akkor most mehetünk ide. Na, jó, mindjárt jobb lesz. Szóval az a kérdés, hogy ez az egész történés az az előtt van-e, hogy Pearson mi történt, és hogy a Fuller találkozott a Pearson, meg történt ugye az, ami történt. Ez előtte van-e, vagy utána? Jó, Elizabethhez kell visszamenni, az erre volt. Ugye az a csaj, aki ott állandóan mos. Várjál. Az eltok téve. Itt, ez az. Dr. Colden, might there be a problem with the water? Semmi gond a vízzel, abszolút. Nem tudunk róla semmit. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. Super, kaptunk egy mentést. Na, ennyi. Na várj, ez így. It's temperamental. Igen, ezt tudom. Várja, nézzük meg, hogy most mi az, ami történt. Jó, ez rendben van. Inventory-ba történt valami. Ez a meg a boiler. Knowledge. Hát itt van sok minden, de ez se olyan dolog, ami segít. Hát de várjál! Akkor a Donovan már nincs... Ja, hogy most beszél vele! Szuper, így már értem. Oké, így ide szépen bejövök, ezeket meghallgatjuk, valószínűleg el fogja csalni a francba. Nincs ideje ezzel foglalkozni, hát valahogy azért be kéne, hogy jönni ennek a cselnek. Nagyon-nagyon kérem az Elizabeth. Segítsen. Jó, benne van, oké. Még egyszer utoljára. Na, de te is menjél el felé.
Hát ez így... Ahó. Ez így kevés. Ez így kevés. Miért nem segítettél? Ez nem fog beengedni engem. És az egész miért volt jó? Mi van? Ja, mert hogy most máshol vagyunk? Á, de jó, hogy észreveszem. Oké. Okay. Semmi. Köszike. Na, akkor itt kell körbenézni. Nem vettem észre egyszerűen, hogy máshol beszélgetnek. Igen, akkor itt kéne, hogy legyen valahol megint ez a hajó. Mindenhol ez van. It's some sort of puzzle. Aha, kösz. És ezt mégis mi alapján kéne beállítanom? Aha, akkor kéne tudni, bazeg, kéne tudni a Skillának, hogy hogy állnak a... basszus. Hát az most így fejből nagyon nincs meg, valamelyik képen esetleg. Nem igazán. Ide. Jó, oké, akkor nem. Valami könyvben nincs ez benne. The Stendhal syndrome. Of course. This is where Fuller found his diagnosis for Francis Sanders. Ebben a könyvben találta meg Fuller Francisnek a diagnózisát. Na, item obtained. Na, ez jó. Legalább megkaptuk. Itt van megint egy ilyen hallgató berendezés. Aha, ott a Fuller. Aha, tiszta Playboy. És akkor... Ennyi. Kevés a segítség. Akkor próbáljunk tekerni, nem tudom. Próbáljunk rájönni valamilyen megoldást. Ez is komolyan mondod, hogy a második tekerése sikerült. Szuper, örültem. Azt hiszem, hogy sokkal bonyolultabb lesz. Jó, ezt meg kéne akkor hallgatni. Így. Conclusions. Session number 17. Ah, Sarah-val beszél. Patient. Sarah Hawkins. The patient appears to have finally accepted the illusory nature of what she calls the mythos. Elfogadta the mythos. It goes without saying that these peculiar delusions are the price that comes with her exceptional gifts. A különleges képessége van a Sarának, és ezzel járnak bizonyos mellékhatások. Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? Miért írt Saráról riportok? Hát miért, mert itt van a Sara. Ha a vére a megoldás. Nem talált. Mi van? Sarából nyerik? Várjál, várjál, ne. Nem kombinálok még. Itt van a Fitzroy. I presume that he will try to break into the basement sooner or later. Be akar törni majd a lenti helységbe. Fuller kész rá. Hawkins, Fitzroy and Fuller. What is the connection between these three? Mi a kapcsolat a három között? Hát igen, ott láttuk a képet is róluk. Ez egy alany. Anya, mi ez a csász? Hawkins-t említett. Jó, mit kéne? Mit itt? Aha, itt van valami. Why is Ethan on medication? Ethan is bogyókon van.
De nem ez kellett volna, várj, itt még villog nagyon. Mi az, amit meg tudok nézni? Az itt bukó. Itt. Ez mi? This finger belonged to a woman. Why keep it here? Új. Valakinek levágták az ujját, és a nőnek az ujját ráadásul. Igen. Viszont innen egyel most nem enged ki. Várjál, akkor még valamit meg kell vizsgálni, itt van valami. Sarah Hawkins is the connection. Colden nem egy detektív. Nyilván, hogy a Sarah kapcsolat. I must go back to the basement. Le kell mennünk, nem már. Az nem jó, annak nem örülök. Az őrültekhez. Vagy hát a szerencsétlenekhez, most attól függ, hogy hogy vesszük. Itt ez bukta, akkor most mondjuk itt ki tudom. Másik irányba kell menni, hát akkor csak erre. Jó. Nem vette észre minket az a szemétláda Donovan. Igen. A pszichiátriai szányra. Várjál, de akkor hol tudunk lemenni? Ez nem teljesen egyértelmű, mondjuk itt kienged. There's no way I'm leaving until I find what Fuller is hiding. Megyünk el, amíg ki nem találjuk, hogy Fuller mit rejteget. De hol tudunk lemenni? Mert azért körbenéztünk annyira, mondjuk esetleg ötletem lenne, de nem nagyon van. Ami lefelé nem volt olyan ajtó. Mondjuk itt. Hogyha enged. Na szuper, okés. Akkor megyünk szépen itt lefelé. Nem biztos, hogy örülök. Persze a lift az ilyenkor nem működik. Nem tudjuk hívni. Ez itt annyira már nem biztató. Kezdődik. Ez baj. Now that's the Marie that I know. Ez így gond. I knew I could count on your scientific curiosity. Mondjuk megnéztem volna, hogy mi van a másik irányba. Na, visszakapjuk hősünket. If you're gonna shoot me, at least have the decency. Na, ez lesz a könyvtáros. Turn around. Pontosabban ennek a boltnak ugye a tulaja. Talk, filthy thief! I swear I'll shoot! Dehogyis, nem akarunk itt semmit. Azt mondja... hát... Take a minute to look around. Everything points to Charles Hawkins. He's dead. Dehogy halott. He was here for a very specific time. Tudunk mutatni egy-két fájlt, és meg tudod nézni. No. The book. Elég gyorsan meg sikerült győzni. Have you read it? Answer the question. Miért volt a könyv a szívben? How foolish of you. Now you won't be able to escape his will. What did it show you? Tetszik neki, hogy beleolvastunk. Ugye maradunk azon az útirányon, hogy mindenkinek igazat mondunk, csak mondjuk, hogy a császsal beszélünk, akkor nem feltétlen. Tehát... She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we? Whose life did the Necronomicon choose to show you? Dr. Colden. Coldenét, bizony, ott she voltunk. She was at the Riverside Institute. Egyel, she's in danger. Örülnék, hogy... I have to go. Wait! Ja, érte, no akkor one knows the occult better than me. Konkrétan most you történik. Might need my help. Menjünk egyedül. No, you stay out of my way. You won't get rid of me that easily.
Marie Colden might die while you're still talking. Move! Meg sikerül győzni? Úgy tűnik. Jó van. No, tehát akkor ez a jelenbe játszódott az egész, ahogy most Coldennel mászkáltunk. És azért kell sietni. Rendben van. Most legyünk oda. Hát egyre jobb. Konkrétan most ez történt, új információ nincs. Próbáljuk megmenteni Colden doktornőt. Most szerintem jön a bujkálós rész. Eddig úgy tök jó volt, hogy a doktornővel tudtunk mászkálni jobbra-balra. De minket nagyon várnak itt szeretettel. Reméljük, hogy Coldennel minden rendben van. És konkrétan várja a Fuller... Fuller dokinak irodájába csöppentünk be azonnal. Na nézzük. Ezeket nem tudtuk meglesni. Ez sikeres volt. Örültem. Reverend Bigwood feleségének a naplója. Old diary. És egy régi napló. Köszönjük. Azt mondja, mit tudunk még itt Pierce-el nézni, amit Coldennel nem. Aha, én nem tudunk ide bebújni. Ez az mondjuk jó, mert akkor bujkálni egyel úgy néz ki, nem fog kelleni. Na ne, hogy elolvassuk a könyvet, mindig ezt tettük. Ez a harmadik bizony, háromszor olvastunk bele ezekbe a furcsa könyvekbe. És akkor azt mondja, hogy kell nekem ez a fény, ez most jobb. És akkor itt mit is kaptunk meg? A 8-as chapternek, igen, ott azt megkaptuk, 9-esben még semmi nincs. Itt kaptunk egy ilyet. Ó, milyen jól néz ki, azt de jól néz ki, ez valami nagyon ős konkrétan. Hát valahogy így néz ki Charles, csak még van egy kis arca is. Ez maga Cthulhu. Ez meg valami főpap. Ezt igen, ezzel már találkoztunk. Ó, van. Itt ki lett túl? Ja, igen, igen, igen. Az a csóka. És mennyi? 6 pontunk van. Na várjál, akkor ez azt jelenti, hogy az nagyon jó nekünk. Attól meg kéne gondolni, mire pakoljunk rá. Erre tudunk-e? Ez ugye olyan diagnózisokat... Nem enged. Valamit... Ilyen jeleket kell keresgélni és tanulgatni, és akkor fogunk tudni ezekre pakolni. Erőre. Hát tegyünk az erőre. Legyen az. Így. És akkor az maxon van. Pedig azért kaptunk elég szépen dolgokat. Jó. Igen, ez is meg volt. Rendben. És akkor nézzünk el így. Van-e így? Right. Enough time wasted. Colden. Hát, de nem is. Hoppá, bocs. I must find. Nem is kell ez. Meg kell találjuk. Ne. Ez így nem jó. Hát azok nem fognak itt átengedni minket szó nélkül. Biztos vagyok benne. Úgyhogy csöndesen. Jogi. Ide be, Elizabethhez. Nincs itthon. Lefele kéne menjünk, de nem lesz itt valaki. Az nem biztos, hogy akkora baj. Szevasz, köszönöm. Egy a kérdés, hogy ezt ki tudjuk-e nyitni. Adjó. My God, what is happening to me? Mi a franc történik velünk? Ez egy baromira nagyon jó kérdés. És hová a tökbe sikerült? Kellett nekem olvasgatnom azt a könyvet, tudom.
100%-ban biztos vagyok benne, hogy ez azért van. Aha. Tehát arra mutat. What was that? It's as if I'd been transported somewhere else. Na már teleportálni is tudunk. Jó, kövessük ezt a szart. Nem, visszarak. Ez akkor nem jó. What happened? Something has changed, but what? Valami megváltozott. Nekünk lefelé kéne menni amúgy, erre nem enged. Csezd meg. Megint fel tudok venni egy ilyet. Itt vannak ezek a jelek. Hát ez így értelmetlen. Hová? De nem erre kéne mennünk, az a problémám. Hát ugye most erre vissza a game, hát akkor menjünk. Ide tudunk? Nem, ide nem enged be. Mi a franc történik? Itt nem tudunk nézelődni. Nem bebújok a WC-be maximum. De mit? Arra ugye nem meg, akkor vegyük föl ezt. Aha, akkor van ez a dolog. Ha nem megyünk arra, akkor mit tudunk tenni? Ugyanúgy, aha, ugyanúgy bukta. Uh-huh. Ja! Várjál, most valami más van, most más van. Nem tudom, mi világít, ez mi? Egy könyv, nem éppen ennek örültem volna a legjobban. Na! Hol látok ezt a szimbólumot? Hát ez konkrétan nem rémlik. Pedig ez kellene, mert mondta azt, hogy hol láttuk, hát itt láttuk akkor. Bazd meg! Jó, meg vagyunk. Legalábbis eddig. Szóval ilyet is tudunk. Nagyon jó. Ő mondjuk írta. Jaj. Az biztos, hogy jó ötlet volt oda, most hirtelen bemennem. Ó, bazeg. Na most hová kerültünk? Jó, így, igen. Ez így bukó. Igen, ez a teleport, az most nekem nem kell, akkor visszaveszem ezt a lámpást. Most esetleg meg kell találni a másik... Mi az, ami kinyílt? Aha! Na most ugye tök máshová nyitottunk be, nem így nézett ki az jó előbb. Itt is azt ott azért fölvenném, hogyha nem haragszol. Azért nem engedi, innen nem tudjuk elérni. De az a zalmát azt lehetne reakcsálni, de azt nem engedi ott. Nem jó fej. Igen. Ennyi. Szellőzőben nem. Mi van? És hogyha nyomok itt egy... Ja, hogy ezt nem lehet így erősíteni, ezt a lámpást. Akkor gyanúsan vissza... Igen, gyanúsan vissza a másik lámpás. Hol is van az? Itt van. Most kinyitottuk az ajtót, elvileg nem lesz teleport. Nagyon jó. Rossz felé mutatsz, biztosan nem arra kell menni. Esetleg... Nem, itt nem.
Ez most mi a szar? Jajjaj, 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 jajjaj. Gondok vannak. Gondok vannak, mi ez a hang? Nem jó, nem jó, valami nagyon nem jó. Rohadtul nem jó. Hol a teleport? Ne, itt a teleport. Hú, basszus. Ja, mert hogy nincs izém, értem. Aha, és akkor döglődés. Ja, hogy ez ilyen. Hát ez eddig nagyon-nagyon nem volt egyértelmű. Oké, tehát akkor vigyázni kéne arra, hogy a lámpásunk az megmaradjon és meglegyen. Jó. Ettől függetlenül azért még mindig kérdés, tehát hogyha itt volt a teleport, jó, tehát akkor valószínűleg azért van ez, mert ezzel tudunk így körbe mászkálni és felfedezni, és akkor a másik lámpásra jutunk előrébb, ahol voltak egy baromi sötét van. De nem tudom miért erre mutatja, mert nem erre kell menni. Így. Esetleg, és itt a teleportba be. Most akkor valami más. Igen, most jutunk ide át. Jó. Akkor azért mutatta, csak hát szemét voltak. Mi? Ne, mit? Ja, ilyenkor erősíteni. Oké, megyek. Ez a megoldás. Jó. Akkor most már értem legalább, hogy mit kell csinálni. Vissza a másik, mert meg kell nézzük, hogy melyik az az út, amit ki kell úgymond égessünk. Tiszta Collina Legacy. Viszont arra ugye nem vagyunk jók, itt kell körbemászni. Aha, ez átmegy mindenen. Igen, itt tudunk egy ilyet. Ez rendben van. Még tudunk itt menni. Visszamegyek, meg kevés lesz. És nem bízom a véletlenre. Így, jó. Élem vissza, feltöltött, szuper. Erre kell mennünk, az biztos. Itt van ez a szimbólum, de ezzel nem tudunk csinálni semmit. Itt tudunk bemenni. És erre folytatódik. Aha. Egészen úgy arra, tehát a folyosó végén. Jó. Akkor vissza erre a lámpásra. Itt elméletileg az út az tiszta lesz. Legalábbis remélem. Aha, nem. Ez gond. Akkor máshogy kell megkerüljük ezt az egészet. Még innen nem tudok bejutni. Tök máshonnan kéne. Innen. Nem hiszem. Még ezt lehet, hogy ki tudnánk égetni. Még ki is próbálom. Így, szépen, igen, aha, ezt tudjuk. Ez a... Ja, hogy ott van az a szar? Ne! De hát erről nem volt szó. Gyorsan vissza kérem ezt a lámpást. Basszus. Akkor ez konkrétan... Hát... Akkor nagyon figyelnünk kéne valahogy. Meg ne zabáljon minket. Sajnos ezzel a lámpással vagyunk kénytelenek menni. Itt konkrétan nem tudok már nagyon mit felfedezni. Azt ott tényleg nem tudjuk felszedni. De rossz. Hát ez nagyon gáz, hogy ezt ott nem engedi. Egyik lámpásnál se. Azt mondja, hol is vagyunk? Ja, itt. Jó, hát akkor... Go.
Biztos, hogy... Ja, erre nem tudunk menni. Ezzel lepróbálom. Igen, ezt biztos, hogy nem tudjuk égetni. Megnézem, de nem. Ez ibukó. Oké. Mindenképpen a Shambler irányába kell mennünk sajnos. Ja, itt automatikusan tölték, nem szükséges cserélni. Oké. Merre is volt az irány? Azt mondja... Azt hiszem akkor erre... Igen, 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 így, így. És ott volt előtt az a gané. Mondjuk itt tudunk bujkálni valamilyen szinten. Na, hogy megijesz? Jó, aha, na itt mutatja, hogy talán erre. Lefelé, itt, ez kell. Szuper, meg vagyunk ezzel is. És akkor most erre felé, hogyha megyünk, itt van a folyosó végén, ugye ez lesz, már tudjuk nyitni. Rendben, de lement. Visszamegyek, nem kockáztatok. Mondjuk kaptunk mentést, az oké. Okay. Nehogy itt megzavarjon minket ebbe a rejtvénybe. Az a jó kis Shambler. Erre fölösleges mászni, mert nem erre van a kulcs. Jó, 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 kövessük szépen. Aha, gondoltam, hogy ez így bukta lesz. Túl egyszerű lett volna. Akkor itt körbe egy picit. Ez az irány jó. De komplikáltan kell ezt. Igen, igen, itt megy át. Nehogy elfogjon a lámpás. Fogy. Nagy baj. Nagy baj. Ja, én most szerezzük meg ezt a könyvet. Nem örülök. Ne tesz a... ne! Nem tudom, merre kéne menni. Utok valamerre, de fogalm sincs, hogy jó-e vagy sem. Hát ez el fog kapni. És azt hiszem visszafelé megyünk. Na, jó, beérek ide, jó, oké. Nem kapott el, jó, akkor derítsünk előbb föl. Így vagyunk nyugiba, tehát... Azt tudjuk, hogy erre tudunk mászni. Így igen. Arra mutat ugye... Arra vezet minket. Itt nem lehetett sehogy se átmenni. Ja. Nem mindenki... Fel tudjuk szó? Nem. Mindenképpen akkor így körbe kell. Más útunk nincsen. Így, igen. Itt nem tudunk sehová sem menni. Ezt mondjuk tudjuk nyitni, az jó. Az nagyon jó. Mert itt jött át. És ide jöttünk be. Amikor már kezdett bukta lenni az egész. Jó, ez csak egy létre. Itt sikerült nyitnunk, ez ugye Fullernek a kis szobácskája. Ezt nem tudom nyitni. Lehet mondjuk, hogy Fullerhez kell benézni. Most azt gyanítom. Aha, vagy ebbe a terembe visz. Mert ugye itt megy át. Vagy itt lesz a végén, vagy Fullerhez kanyarodik be, viszont akkor innen lesz érdemes mennünk. Jó. Az út az megvan. Akkor válthatunk lámpást, és akkor... hát egy nagy sprinttel, szerintem ezt meg lehet oldani. Nem annyira vészes. Jó, na hajrá! Hussá, pisz, meg gáz lesz. Nem arra,
Nagyon nem. Így. Ne! Az meg, de megijedtem. Jó, csak befosatott. Jó. Na, Fuller, ez az, itt kell. Rendben van. Na, és akkor... Itt tudunk. It looks like things are back to normal. Fú. Visszatértünk a normális kerékvágásba. Jól van, és akkor itt le tudunk mászni végre. Amerre Colden is jött. Megmondom őszintén, ez a rejtvény... Hát... Nem igazán tetszett. Mondom, hogy nagyon rossz volt, de úgy annyira nem tetszett. Kicsit úgy megállította azt, hogy most jöttünk ide Coldenhez, és... jobban érdekelt volna, hogy mi van vele, nem azt hiszem, hogy beraknak egy ilyet, de mindegy. Lényeg, hogy itt vagyunk. Hoppá, nem ez volt itt a jó előbb. Na. Ilyenre gondoltam, tehát ez sokkal hatásosabb. Persze még énekelgessen valami női hang, mindig az kell. Azt a rejtvényt igazán kihagytam volna, és kezdhetünk volna így. Nyugi, nem tudom, mi vagy. Szerintem ez egy bazi hosszú folyosó, és ugyanoda megyünk. Fussunk csak gyorsan előre. Never ends. Igen. Akkor valamit ki kell találni, mert ez így nem jó. Aha, le vagyunk lokkolva. Ráadásul még a izét se adja be. Lámpást. Nem jó fej. Próbáljuk meg kinyitni az egyik ajtót. Hop hop. Damnation. That's me. Ez konkrétan mi lennénk, bizony. Ó. Oh. Mi a szar? Oh God. I gotta get out. Nem tudok mit. De... Meg fogunk dögleni. Mit csináljak? Menjünk előre. Pierce, I found her. I finally know what's going on. Megtalálta. And find the truth. It is already too late for me. Akkor az... Várjál. What's going on? Was it a hallucination? Hallucináció volt-e? Mindegy, ez most nem tudom, de hogy azt mondta, hogy megtaláltam, most akkor az a holttest, ami ott volt Fullernél, az nem Chelsea volt? Lehet egy szarájé. Please take a seat and be quiet, Mr. Pierce. I'll be with you in a moment. Jaj, ne! Mit csinál ez a kretén? Ó, bazeg. Mi a... No, it can't be. No, you son of a bitch! What did you do to her? I wish I could have done more experiments on you, Mr. Pierce. Ez a idióta. Na most szépen üssük szét. I said, what did you do to her? You shouldn't be sorry for your friend, you should envy her. Nem kéne sajnáljuk, hanem irigykednünk kellene rá. Úgy. Na. Hajrá, lőd már le. Most a Colden ellen fogunk menni? Mit csinált ez vele? Megmentette Fullert, de mégis mi? Mi? Ez meg az... Várja, ez a szara?
Hát mindenféle kedvesség. Jó. Megyünk akkor itt a folyosón, hogy hol vagyunk egyáltalán. Uda nagy a csönd. Azt a lámpás kapd el, kösz. Az már nagyon ilyen alaksori rész. Bent meg szerencsétlen betegek, azt se tudják, hogy itt mi zajlik. Lehet, hogy nem is baj. Az rituálénak tűnik. De hogyha elkezdünk nagyon így halucinálni, az lesz a gond. Nem fogjuk tudni, hogy mi az igaz és mi a nem. Úgy meg elég nehéz következtetni. Ez így nem jó. Jó, ezek a patkányok kisebb probléma. Ouch. Na, ez nagyon hatásos. Mi a szarnak kell berakni ezt a hülye rejtvényt? Ez is tök hatásos ez a rész. Ez mi a franc? Hát igen, valahogy úgy. Ja, itt van a nő! Itt van Sara. Mit csináltak veled? Na, ezek után most már aztán nagyon furcsa nem, hogyha a gyerek az nem élte túl. Férje az él, feleség él, akkor a gyereknek is kéne. Mit adunk neki? Ja, az ilyen... Összem valamilyen régi emlék. Hát azt hiszem a birtokon találtuk ezt meg, hogyha jól emlékszem vissza. Jó, még nem teljesen nagy a baj, mert ki lehet ebből a cuccból vinni. Ami beépességgel a Fuller tette. He gave him the gold and I the azure. I don't see him very often anymore. Nem nagyon látja most esek. Are you feeling ill? Össze-vissza beszél. Here, but no. No. Let's get you out of here. Itt van, de nem érzi jól magát. Ezt látjuk. Our minds melt like colors on a palette. Come with me. It's is of the oldest green. Jöjjön velünk. Vibrant. A sea green, maybe. És valami zöldről beszél. Mi van? Tengerzöld. We must go before someone finds out. Oh, but he will. He always knows these things when it's about me. Mindig tudja. Ez egy jó válasz. Lehet, hogy ezt is fogom. Azt mondja, hogy if it was love, igen, I talk to him, az se rossz, válaszoljuk ezt, én azt mondom. I have seen the same color. It was not as vivid as you said. A pale copy, a discarded spawn. Do you know what it was? Tell me. Tudja, hogy mi ez a szimbólum? We should not call his name. Azt mondja, hogy nem tudja. Terrible, terrible consequences. Hát ez a his name, ezt tudom, Cthulhu lesz. He will know. He will find us. One more. Úgy is meg fog találni minket. Milyen jó a mimikája a nőnek. Can you walk? Maybe. Then let's go before nem your husband maybe, finds ha nem us. Tudsz járni. Na, náhogy tud járni. Probléma. It was in your studio. What? You painted me. That's where you saw me. Of course. Ő festett meg minket először a stúdiójába. You mean the guards? Az őrök azok nem probléma. Valahol el vannak. Nem kellett volna ennyire előre dzsalni. Ja, jó, ott van, oké, semmi. Több ember nem sínlődik.
esetleg egy duplikált belőlünk. Oké, megyek. Már itt szépen kéred. Nem jó! De mi? Nem, ez így baj. Hát nem is tudtam volna hová menni. Fuss el, de álljál, hanem fuss! Remélem jön, nem nézek hátra. Egyelőre jók vagyunk szerintem. Ja, ez így nem probléma. Ó, ráadásul tettem. Okos nő. Wait. The machine. Mi van a géppel? The decaying one. Ja, ez zöld. Ja, gázról beszél. Oké. We don't have time for that. I am not moving until the wrong. Damn it. Nem megy addig el innen, amíg meg nem hogy mit akar ezzel csinálni? Hallgatom. Na húzzuk meg mondjuk azt a itt tudunk tekerni. Hát itt tudnánk húzni. Nem valószínűleg, mert ő fog. Mit csinálom, és akkor... A piszkált tekerek. Amúgy is ötösön van az erőnk. Ne, mondd már, hogy ötös erővel? I'd be better off finding a tool. Ne. Azért tanultam azt ki. Mint akkor keresnünk kell. Ez mondjuk jó lesz, köszi. Aztán meg lennék legalábbis ezzel. Itt a Charles. No, egyesítjük a családot. Mégis mi le... Gondolsz, merre mész, asszony. Na, ebből mi lesz? Hagyd békén egyedül, vagy hát igazából piszkált. Na, ez mondjuk így jó. Mondjuk, hogyha elégne ez a csávó, azt nem sajnálnám. Hoppá! Ott volt az a Stukker. Hová tűnt a Stukkerunk? Amúgy az se rossz. Bele kéne szúrni esetleg. Hát, ez így gyenge. Hiába az ötös képességünk. Ja, hogy nem tudok csinálni semmit még. El akarnád törni a torkunkat. Próbáljuk egy picit meggyőzni, hát a lehet. Mi ellen akarta megvédeni? Igen, tehát a Charles azt tudod, hogy arról, hogy itt van a felesége Fullernél. Látod dolgokat. Olyan dolgokat, amiket mi el sem tudunk képzelni, amikor látod szara, és azért próbáltam megvédeni, hogy inkább ide bezártál. És maga szara önmaga sokkal veszélyesebb, mint Charles. Mondjuk ezt. Én nem lehetnék idő, hogy a szara a legnagyobb gani itt az egész történetben. Amik ennyi idő alatt már háromszor megfulladunk, de mindegy. És a kultisták azok itt lesznek mindig is. Várni fognak rá. Of your lead, detective.
They control the whole island. Az egész szigetet ők irányítják. And the world will fall with her. Don't! No one can escape the wheel of destiny, they say. Sors elől nincs menekvés. Meg fogja menteni Sarát, azt mondja, hogy ezen fog változtatni. Mindenképpen meg akarja menteni. Ez egy szép szúrás volt. Valami ilyesmit kellett volna a hősünknek is csinálnia. Rendben van. Ja, de várja. Hát ő elvileg sebezhetetlen volt, mert szétlőtte a Bradley. Sem történt vele semmi. Úgy lehet, hogy azt nem fogja túlélni. Mi van? Na. Pierce. Rendben van. Továbbra se értem, hogy hol van ez a pisztoly. De ez a felszáll azért így oké. Ez már valószínűleg nem fog felkelni többet. Igen, itt az első rész azt tudjuk, a második rész az érdekes, ez amit sejteni lehetett, de most itt konkrétan leírja, hogy Sarah, hogyha enged a kísértésnek, akkor teljesen el fogja veszteni az épeszét, és valami, hát segíteni fog a kultistáknak valamilyen nagyon régi, ősi és gonosz istent megidézni. Úgyhogy ebbe próbálunk majd segíteni neki Pierce-el. Akkor nagyon úgy tűnik, hogy a gyerek mégiscsak halott. Hát igen. Akkor az sajnos igaz. Viszont akkor most már a férjet is el lehet temetni. Amit annyira nem sajnálunk. Mondjuk ő... Lehet, hogy jót akart. Csak nem fed le a jó eszközökkel. Mindenre képes, hogy vissza... Most igen, jó kérdés lesz, kinek az oldalán, vagy most itt pozitív karakter lesz-e, vagy sem. Na itt a kis tetsz. What am I to you? Itt már kicsit agresszor volt a csávó. I took care of you, saved you from your miserable life. You'll never find a man better than me. You owe me. I owe you nothing. Hát, nem feltétlen. Párizs egy kicsit zsibogóbb város, mint az a sziget. Itt már valószínűleg megőrült ez az ember. Dehová sem mész. Ja, így történt a tűz. Mégiscsak akkor volt... Tudjuk, hogy volt tűz. De akkor igazából... Igen, itt menekült el, ezt ugye megtaláltuk, ott meg kellett volna fogni egy picit ezt az ajtót, mert az volt a kulcsa, mindegy. De hogy igen, megtörtént ez a tűz. A gyerek az ország ebbe belehalt. Szarály valahogy. Ja, és ez volt a... Mert ugye arról volt szó, hogy négyen jártak itt, akkor Silas próbálta megmenteni, és úgy néz ki, hogy sikerült is Sarah-t megmenteni, a gyereket viszont már nem. Aha, jó. Akkor ez legalább tisztázódott. Simon. Come on, it's over now. Hát akkor konkrétan veszekedtek, és emiatt történt ez a tűz. Nem...
nem Charles csinálta, vagy mondjuk egy olyan ember, akiről nem tudtunk volna eddig. Jó, ez akkor tiszta, és megint ezt a furcsa teremtményt nézzük, lehet, hogy ez lesz a Cthulhu. 2 pontot kaptunk, örvendetes. Igen, és akkor kéne beszélni Sarah-val. Ott van lent. Ja, és ezzel a csókával? Na, figyelj. Mondjuk erre is el tudunk mászkálni. Te ki vagy? Ja, ez a Bradley. Jó. Na ja, Bradley-vel tudunk beszélni. Ah, it's you, Pierce. Na, I'm just worried about Marie. I mean Dr. Colden. Have you had any news? Colden felől érdeklődik. Az igazat mondjuk. I'm so sorry, Bradley. I could do nothing to save her. What do you mean? Nem tudtuk megmenteni egyszerűen. What happened? I'm not sure what happened. But I found her body in the cellar. Riverside. You sure that you've got nothing to do with it? If she hadn't tried to help you, she might still be alive. Hogyha nem akarta volna nekünk segíteni, akkor biztos, hogy még élne. Na tessék. That slug Fuller. I swear I'll shoot him. Az mondjuk egy jó ötlet, lőheti a Fullert. You with me? Válaszoljuk ezt. Have no fear, Bradley. Dr. Fuller will not escape the clutches of destiny for long. Sooner or later he will be judged for what he has done. Előbb-utóbb meg fogja büntetni az Isten röviden. What's this story of destiny? No, I'm sorry. I'm not gonna wait for some mystical intervention. Nem fog várni arra, hogy itt a sors döntse el Fullernek a jövőjét. Sarah is still in danger as long as the cult is active. We need to Igen, Sarah-ra kell figyelni, mert nagyobb baj lehet belőle. Voice of reason, Pierce. As always. Jó, akkor vele megvolnánk. És akkor beszéljünk Sarah-val. Mr. Pierce, we were waiting for you. Na, vártak minket. Sarah doesn't have much time. Nincs sok ideje. What are you doing here? Mi van? Did you think I would let you confront the occult without supervision? Na, itt van nekünk okoskodni ez a csávó. Bookworm like you. Algernon, I need to talk to Mr. Pierce. Könyvbojnak ez túl veszélyes feladat. I will be in Charles Hawkins' office. Charles-nak a dolgozó szobájában lesz. Jó, hát menjél oda. Beszéljünk Sarah-val, hogyha már így megtaláltuk. Yes. When I woke up this morning, my mind was sharper, cleaner. Egész jól néz ki ahhoz képest. It is so strong, so ancient. Azt mondja, hogy reggel, amikor fölkelt, akkor sokkal jobban érezte magát, de még mindig hallja ezt a furcsa hangot, mi veszélyes, és állandóan hívja őt. But I can't come back to Boston with you. A Bostonban nem akarna visszajönni velünk. I saw neki ezt a kultot, hogy ő is tudja, a kultisták vannak. The secret society. I must get you out of its reach. I know how dangerous they can be to me. Tudja nagyon jó, hogy nagyon veszélyesek rá. I must find it and kill it. I am the only one who can end its slaughter. No. Itt így valakit meg kell találnia és ki kell nyírnia, mert az a legnagyobb baj. This isn't about what you want or don't want to do. You would risk destroying the world just because you can't face the consequences of your actions. I am willing to atone for my sins. No. You're just trying to erase all proof of the mistakes you've made. I know what I have done. Kicsit vitatkoznak, mert Sarah más szeretne csinálni, mint amit mi gondolunk, hogy a legjobb lenne. Ezzel meg tudtuk győzni, úgyhogy nyomassuk ezt a szöveget. Even knowing the stakes. Yes, thank you. Still, I won't let you go. De mégsem engedik el. You will stay here until I find a safe way to return to Boston. Itt marad, amíg nem találunk valami jó megoldást. Algernon knows a way to protect me.
Help him find what he seeks, and we may all survive this battle. Alright. I'll help you. Segítünk neki, de mégis mibe? Várjál. Jó, beszélni kéne ezzel a Drake-kel, mindjárt. Engem az érdekelne, hogy 4 pontunk van, rendben. Hogy ki a szarról volt szó, Mary az ugye meghalt sajnos, most már ő is, ezt tudjuk, Sarah megint él. Mert jó pofa, hogy így rakosgatja, hogy ki halott, ki nem. Inventory, ja, hogy ezt itt meg is tudtuk kapni, szuper. Itt vannak a könyveink, az rendben van, de a szarról volt szó. Post of Truth. Valakiről beszél, de miért nem írja? Mert lehet, hogy itt ír. Ja, hogy a Shamblert akarja kinyírni. Ja, jó. Érthető. De nem, hát a festményt kell elpusztítani, az jó napot. No, valahogy akkor a Shamblert akarná kinyírni. Értem. Hát valószínűleg akkor ezt fogjuk csinálni a következő részben, srácok. Beszélünk majd Drake-kel, aztán meglátjuk, talán neki van valami jó ötlete, hogy ezt hogy tudjuk megtenni. Ugye mégiscsak övé volt ez a, vagy az ő shopjából származik az a tőr, amivel a, meg tudtuk akadályozni ugye a Shamblert, hogy szemétkedjen velünk. Oké. Meglátjuk, egy kicsit hosszabb volt ez a tartalom, de remélem tetszett, sok minden történt benne. Én annak az örülök, hogy császnak annyi, meg hogy Sarah-t megtaláltuk, aztán majd kiderül, hogy hogyan alakul tovább ez a nagyon jó kis történet. Remélem tetszett még egyszer ez a rész, hogyha így van, akkor nagyon megköszönjük, hogyha belájkoljátok a videót, hogyha nem tettétek volna, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, én pedig innen fogom folytatni. De addig is, szavaztok!